Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégünk az ünnepé, Tolcsai Béla vendégem, Kossuth Díjas énekmondónk, és nagy szeretettel köszöntelek a 75. születésnapodon, némiképpen rendhagyó módon. Jaj, Isten! Köszönöm szépen! November 6-án van. De ezt a virágot fogadd el tőlem. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Tehát 1946. november 6-áról beszélünk, amikor a béke gyermeke megszületett. Így volt, igen. Én egész életemben így voltam, én világéletemben egy pacifista ember voltam. Nem bírom a háborút, ez úgy látszik, így is lett, mert hát az egész munkásságom erről szól a 75 év alatt. Ugye azt tudjuk, hogy édesapád zenetanár és kántortanító volt, tehát a zene, ha úgy tetszik, a Tolcsai családban alapvetés volt. Pontosan, így van. Épp tegnap voltunk fenn a várban, abban a helyen, ahol már szüleim már nem élnek, de ugyanabban a lakásban, ahol testvérem megcsináltatta azt a zongorát, amit még annak idején Trianonkor hozott el a nagyapám lentről, Hátszegről, és megcsináltatta hatalmas összegért, de megvan, mert az a zongora, az alatt nevelkedtünk, hogy úgy mondjam, abban a lakásban. Ugyanakkor érdekes, hogy függetlenül attól, hogy ott volt a zongora, ami ma is megvan, azért ennek ellenére csellózni kezdtél. Igen, engem a kezemről egyből azt mondták a kiskoromban, hogy ezzel húros hangszerekkel kellene foglalkozni, ezzel az én ujjaimmal, és nem az zongorákhoz kell nekem ezzel foglalkozni. Furcsa idők jártak akkoriban, én azt gondolom. És annak ellenére, hogy egyházi nevelésben is részesültél, azért mégiscsak érdekes, hogy tinédzser fejjel zenekar alapítás mellett döntöttél. Mit szóltak a szüleid, illetve a környezeted ehhez? Hát édesapám mindig óvott bennünket, hogy nézd meg apádat, szóval ezzel nem lehet nagyon messzire jutni, de hát ettől függetlenül zenekart csináltunk, akusztikus hangszerekkel, testvérem először erősítős bandával, mármint a mindenféle Wanderers, meg Strangers együttesben játszottuk a luxemburgi stílust, úgymondva, és utána pedig az ausztrál Seekers együttes nyomával odaszegődtünk, és elkezdtük játszani az akusztikus hangzást, ráadásul folk beatnek nevezték ezt. Ugye ketten már voltatok, hiszen Tolcsai László az öcsét 3 esztendővel fiatalabb nálad, és ő egyértelmű, hogy csatlakozott hozzád azonnal, de hogy láttél a többiekre, hiszen hát folyamatosan változott a csapat. A kezdetben Balázs Gábor volt az a bőgős, aki velünk van, ő is már sajnos fenn van a jégi mezőkön, de Gábor után aztán ketten maradtunk a testvéremmel, és akkor én engedtem a testvéremnek is egy plusz triót, egy plusz zenekart hoztunk létre, úgy, mint annak idején a Bob Dylan with the Band annak formájára, és így lettünk Tolcsai Ék és a trió. Így volt 1973-ig. Igen, de még egy kicsit menjünk vissza, hiszen az első dalotok az felejthetetlen, a Ne menj el. Azt hiszem, ezt még ma is halljuk néha-néha, nagy örömmel természetesen. Majd egy esztendőre rá, 1968-at írtunk mindösszesen, és jött a Ki mit tud. Hát a Ki mit tud, az egy nagyon-nagyon választó víz volt az életünkben. Egy perc alatt a televíziónak köszönhetően, hogy mondjam, híresei váltunk, és másnap a boltban ránk néztek és csodálkoztak, hogy mi, hogy éljük az életünket. Meg kellett szokni a népszerűséget, amit azt mondták mindig az idősebb színésztársak, hogy felkerülni az ismertségre az könnyű, de azt megtartani az egy nehéz dolog. Hát megpróbáltuk. A közönség szeretete, illetve a klasszikus dalok azért nyilván sokat segítettek. Látogassunk el egy kicsit a Bem rakpartra, hiszen ez egy olyan legendás helyszín volt, ami azt hiszem, hogy meghatározta a későbbi pályafutásotokat is. Így volt. Mi Express koktélhajón muzsikáltunk, és jöttünk át keresztül a Lánchídon, és a Bem rakparton elől a legendás Kex együttes ott bolondozott, és intettek nekünk, hogy menjünk oda hozzájuk. Oda mentünk, és a nagybőgőről
elvéve a húzatot, elkezdtünk bugisémákat játszani, és ott elkezdtünk énekelgetni. Majd kirohant egy hirtelen szőkehajú hölgy abból a bizonyos bemrakpart hadból, hogy gyertek be, mert onnan elvisz a rendőr benneteket. Mi nem tudtuk, hogy ez a művelődési ház igazgatónője volt, Margó néni. Ő, mondta, hol játszotok? Mondtuk, hogy koktélhajó. Azt mondja, akkor gyertek ide, csütörtökönként itt lesz a klubokatok. Kész, és így kezdődött a Bernard Parthat annak idején, és nagyon sokáig ott muzsikáltuk. Azért, ha belegondolok abba az időkbe, azért óriási lehetőség nyílt nyilván, aki hivatásnak tekintette, de hogyan lett ebből hivatás? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy választanod kellett neked is, és az öcsédnek is. Te például ugye tudjuk, hogy elektroműszerésznek tanultál, és jött a zene. Nehéz döntés volt? Nagyon, nagyon nehéz volt abból a szempontból, hogy választani kell. A Medicorszervében dolgoztam, és ott mondta a főnök, hogy ki akarta küldeni külkereskedőnek, mert hogy beszéltem két nyelvet, még egy spanyolt hozzá, és mehettem volna Latin-Amerika vidékére a Medicor gyármányait árulni, de hát én mondtam, hogy én muzsikálni szeretnék, mert itt a kezemben a gitár, és ezek közül a főnök azt mondta, hogy na akkor bármikor itt nyitva áll előttetek az ajtó, ide bármikor el lehet jönni újra, hogyha meggondoljuk magunkat. Nem gondoltuk volna, hogy eddig lehet csinálni. Kik voltak azok a támogatók, azok az emberek, akik az akkori zeneiparban, ha úgy tetszik, segítségetekre siettek? Mert nyilván támogató kellett. Kellett, úgy mondom. Nagyon sok szeretetet kaptunk, nagyon sok szeretetet a közönségtől, de például ott volt Vujicic Tihamér, aki egyből megtalált bennünket, hárman voltunk, meg is írta rögtön a Betlehemi három királyokat ránk, és előadtuk a mikroszkóp színpadon annak idején, ott volt, mint zenei vezető. Hát ő segített sok mindenben, hát de hát azért bukdácsolva mentünk előre, mert hát kellett azért kitartás ahhoz, hogy lehessen muzsikálni. És elhivatottság, hiszen ne feledjük, hogy akkoriban az angol nyelvű zene vitt mindent. Igen. Tehát magyarul énekelni, magyar zenét szerezni, ráadásul olyan némi motivumok, amikről majd igen, később beszélünk, az egy óriási kihívás lehetett. Hát nem is tudtuk, hogy mi népdal dolgozunk föl, mert úgy szerkesztették az énekeskönyveket, hogy népdalok voltak, átírt szöveggel, a bányászdal volt ennek a dalnak a címe, ami az énekeskönyve, és ebből lett a Ne menjen, én ráírtam egy másik szöveget. És amikor eljátszottuk a Ki mit tudban, akkor elmondták nekünk, hogy ez egy népdal, és innen jött az, hogy mi folkbeatet muzsikálunk. Nem volt hajlandó, szóval nem volt a Tócsvai Trió, nem játszott sohasem politikai indítatású szövegeket, de hát a jövő az úgy nézett ki, hogy csak is a folkbeat világa ment. Abban, hogy rátaláltál, és ez nyilvánvaló elkísér a máig a népi motivumokra, gyakran mondott, hogy sokat segített a Kodály módszer. Igen. De ez mennyiben, hogyan? Nem gondoltam, csak később tudtam meg, hogy az a Kertész Gyula bácsi, aki bennünket első általánosban tanított szolmizálni és énekelni az általános iskolába, a Táncsics Mihály utcába, ő Kodály Zoltán jobb keze volt. Később tudtam meg a könyvekből, hogy innen indult az egész, és az a sok-sok népdal, amit nekünk tanítottak, nekem arrébb kellett ülni mindig a gyengében éneklő mellé, hogy ott hallja ő azt, hogy én tisztán énekelek, és akkor ki lehet húzni azt a gyenge képességű ember. Na most ezeket a dolgokat utólag tudtam meg, hogy az megtörtént. Ma a Zenetudományi Intézet van abban az általános iskolában, ahol aztán Halmos Béla annak idején kandidátus lett. Ugye ezek a csodapillanatok elkísértek a máig. A zeneszerzésben, a szövegekben, a dallamokban, mindenestől. Ugyanakkor, ha visszamegyünk az időben, jött a Kit Egylet. Ez megint egy óriási áttörés volt. Tehát a vidéki fiatalok számára, hát aki Pesten volt, annak csoda volt, az egyértelmű, de vidéken is fel kellett, hogy figyeljenek a zeneértők, mert hogy ez egy egészen más stílust
kényszerített ki együtt és egy csapatban. És magyarul tegyük hozzá. Igen. Igen, így volt. Hát a Kitegyet, Koncill és Tolcsvajék és a trió ezt a betű szót hozta ki, ez a Kitegylet. Ez Bródi János ötlete volt. 11-en voltunk, pontosan, mint egy foci csapat. És külön is játszottunk, együtt is játszottunk, és sőt, a Ne sírj kedvesemet a legvégén természetesen azt úgy kompletten, ahogy voltunk. Hát ez megelőzte azt a dolgot, ami aztán következett, de már ez alatt a Kitegyleti turné alatt Illés Lajos, Pásztori Zoli, Jómagam és a Cipó négyen úgy mellőzve éreztük magunkat már. Már alakult az együttesen belül a leendő fonográf világa. Igen, hát az nyilvánvaló volt. Ugyanakkor előtte még az 1973 egy kivételesen fontos dátum, hiszen a popfesztivál első popfesztivál, és az a te gondolatod volt, és a megvalósítás is remekül sikerült. Azt már én is láttam 13 éves fejjel. Hát a 73. június 10-e DVTK stadion Miskolc, ma már nem lehetne megcsinálni. Mindenki ingyen jött. Az összes zenekar. Csak úti költségeket kaptak. Erre tellett a büdzséből, de csoda volt maga az előadás. Volt egy rossz szájíze sajnos, mert én megkértem Ródi Jánost, hogy mindenkinek adj mondjon köszönetet a végén. Mindenkinek, aki segített, és ebben a köszönet nyilvánításban a rendőrséget is belevette, és abban a pillanatban elkezdett a közönség fütyülni. Akkor megtanultuk, hogy amennyiben az államhatalmi szervezeteit olyan színben tüntetik föl, hogy akkor mások nem tetszésüknek adnak kifejezés, ez az izgatás büntette akkorban. No hát emiatt lakhely elhagyálás, meg mindenféle problémák voltak, és sajnos a tint ez emiatt meghurcolták, hogy úgy mondjam. Igen. Szomorú időszak volt annál is inkább, mert utána következett még egy csalódás az életedben, hiszen azért testvéredet nem veszítetted el, de az nyilván, hogy szomorú pillanat volt, amikor bejelentette, hogy a Szörényi Bródiékkal csinálja meg a zenekart. Nem felejtem sohasem, augusztus volt, és a Váci DCM-nek a nagy kultúrtermében játszottunk, és a pincében volt a színpad alatt a öltöző, ahol azt mondták nekem, hogy ők megalakítanák a testvérekkel. Engem is hívtak, hogy két testvér legyen, tehát két Szörény és a két Tolcsvai legyen benne a bandában. De én akkor mondtam, hogy én nem akarom, én nagyon tisztelem Szörényi Levente és a Bródi János munkáját, de én nem szeretném feladni azt, amit én megpróbáltam elindítani annak idején 68-ban. És én emiatt hagytam abba majdnem a muzsikálást, majdnem. Ugyanakkor sokan siettek a segítségedre, azt hiszem, hogy az elengedhetetlen ahhoz, hogy folytasd. Kressz Albert, aki nincsen már, ugyancsak a Ifjúsági Magazin fotóriportere volt annak idején, az Ifjúsági Magazin közepén, ahol Tolcsvai Trió benne volt az IM albumban, ő készítette a fotót. Egy narancsárga kis trabanta, azt mondta, gyere el velem, én most megyek a Corvina kiadónak fotózni Erdélyországba, gyere velem, és akkor felejtsd el mindent, az egészet. Addig én nem jártam soha Erdélybe, és akkor 1974. szeptemberében elmentünk, és bejutottunk végleg, az a legvégén Gyimesbe. És a Gyimesek, akkor most is borcosodika álltam, mert jutott a Tündérországot. Láttam meg azt, amiről hallottam csak, és amikor ezt átéltem, és az útszínén, Bákóból hazajövő két legény elkezdett hegedülni, meg ütőgardonozni, és én vettem elő a magnómat, és vettem fel a dolgokat. Ilyen zenét életemben nem hallottam, nem is ismertem azt a hangszert, soha se láttam. Na most ezek meghatározó dolgok voltak, és az a pillanat, amikor én szeptember 8-án hajnalban
hajnalban, fönn az Esztenában, a 1300 méter magasan megláttam azt a csilingelő világot, ahogy a felhők ültek benne a völgyekben, és egyszerűen kelt fel a nap. Azt a 83 éves bácsi azt mondta nékem, hogy fönn a pásztor ember, maga jóban van nagyon azokkal, mert én itt vagyok fönn nagyon régóta, de én ilyen szépet nem láttam még. Tehát ez elkísér a máig. Ez a máig elkísért, és nem tudtam, hogy én akkor Szűz Mária születését látom, mert a csángók, a Babba Mária kultuszt ehhez kötik hozzá, szeptember 8-a hajnalához. És ez maga, ez az egész dolog, után elkezdtem foglalkozni, igen, az Isten anya kultusszal. Egész Európában több ezer éves ez a hagyomány mindenhol, megvannak a könyvek, mint Mária Gimbutas, Los Angeles-i egyetem, régészeti egyeteme adott ki, akik ugyanúgy ezt a kultúrát, ami a Kárpát-medencei kultúra, ezt Isten anya kultúrájának nevezik, és ezt, amikor tetten értem, és konkrétan ezt megkaptam, ezt a könyvet kint Ausztráliában, ott ütött meg az, hogy, mondom, mi van a világban, én miért köszönünk mi jó napot, mert a napkultusz az benne van a mi világunkban, és én ma nagyon ideges vagyok, hogy a szép napot köszönnek. Na, a szépség az elmúlik, a jó, a minőség az megmarad. Így van. Tehát a motiváció megvolt ahhoz, hogy később megszülessen a Tolcsvai trilógia. Előtt azért beszéljünk egy legendáról, hiszen méltatlanul kevés szó esik mostanság róla, és úgy tudom, hogy ti folytatjátok, Latinovics Zoltánról beszélek, hiszen itt Igen. Az imént már említetted, viszont találkoztál a felkérésére a Latinovics Zoltánnal, és az szintén meghatározó élmény az életedben. Ez biztos. Egész közel laktunk egymáshoz. A házunk sarka, a telkünk sarka összeért az Andrődi Sándor utcába. Nem mertem én soha megszólítani. Aztán megjött a telefonfelkérés, hogy bennünket választott, hogy menjünk vele fellépni az önálló estjein. Kaláka is a Sebő járt vele, de azoknak más programuk volt, és így a Tolcsvai triót kérte meg. Mentünk, igen, Cipó Tibor, Tomázi Zoli és jó magam. Így mentünk, és nekünk volt egy fekete öltönyünk, fekete ilyen bocskai-szerű öltöny, kis kalocsai hímzés volt a manzsettánkon, meg fönn itt a galléron, és amikor meglátott benne Latinovics vagy Zoltán úr, akkor meglátott bennünket, akkor azt mondta, hogy adjátok meg a Szabótok címét. És akkor fogta magát, és elment ugyanazhoz Szabóhoz, és csináltatott egy fekete kaftán, öltött egy ilyen hosszú mellényszerű dolgot, hozzánk öltözött. Na most mi nem tudunk egy rossz szót mondani Zolira. És soha életében nem hallottunk olyat, hogy összeférhetetlen lehet. Nem. Ő egyetlen egyet nem bírt, a tehetségtelenséget. Azt nem bírta, maximalista volt. Soha, bárhova mentünk, a legkisebb helyen, például, nem felejtjük el, a Kecskeméten, ott elkezdték légteleníteni a fűtésrendszert, és elkezdett csattogni, miközben mondta a verset. És akkor térdre esett. És úgy kezdte mondani a szózatot, hogy hazának rendületlenül légy, ó magyar. Tehát azokat a pillanatokat, amiket felismerte, hogy most éppen mi van, mire van szükség, és saját magát hogy tudta még jobban belevinni a vers világába. Ezeket sose tudjuk elfelejteni. Ez felejthetetlen annyi szent, mint ahogy a Tolcsvai trilógia megszületése is. Egy korábbi interjúnkban mondtad, hogy semmiképpen nem szerettél volna rockoperát és műzikeleket írni, sokkal inkább dalfüzérekben gondolkodtál. Igen. Igen. Tehát így született a Riadó lány, a Tündér Ilonán és a Napfia is. Igen. Igen, a Napfényfia az az én életemről szól, a Tündér Ilona az tulajdonképpen a Riadó leány története, az már a Kárpát-medencéről szól, és a Csillaglánc az már kilép a világba. Ott már indián imádságoktól kezdve gyerekdalokig minden szerepel benne,
mert én nagyon is bízom abban, hogy a szeretet hatalma az igazság teljessége. Tehát a szeretet tartja össze az embereket, mert ha az megszűnik, akkor abból káosz lesz. És én ezt próbáltam összefogni, amikor 2000-ben ezt a három CD-t mi tudtuk adni, nem véletlenül piros, fehér, zöld. Az általad megfogalmazott szeretet országa hívta életre a magyar misét is. Igen. És ez egy fontos pillanat lehetett, hiszen Lászlóval közösen készült, ami azt hiszem, hogy ilyen értelemben áttörés, független attól, hogy ti jó testvérek maradtatok. Ez egy olyan dolog volt, hogy már kész volt a zene, és kellett a szöveg. Brodynak volt először felajánlva, de ő mondta, hogy én misét nem bolondozzál. Most így jöttem én elő a képbe, és én megkértem, hogy sok ember jöjjön össze, és legyenek konzultánsok, mert megnőtt nekem a könyvespolcom egy pár méterre, hogy mindenféle vallást át kellett tanulmányoznom, hogy sehol senkit ne sértsünk meg. Ebben ez volt a legnehezebb. Hogy olyan produktum jöjjön ki a végén, ahol mindenki megtalálhatja azt, ami a jóisten felé vezető út. A külföldi útjaid egyfajta missziók, mondom én, hiszen elviszed a zenénket, zenédet, a hitünket, a magyarságunkat a különböző kontinensekre. Ez megerősítést jelent neked, hogy folyamatosan sok-sok magyar fiatal, kevésbé fiatal vár titeket? Téged? Ez egy igazolás. Egy olyan igazolás, hogy a magyar kultúrára mindenhol szükség van, hisz azok, akik ezt a nyelvet beszélik, nem találják sehol másút. Csak a nyelvben, a muzsikában, a táncban, az ízekben. Na most ezek mind ahhoz tartoznak, ami sajátunk. És ezért, kimerem mondani, gyökértelennek érzik a világban azok az emberek maguknak, akik elhagyták valamikor valamiért ezt az országot, a szülőföldet. De vágynak vissza. Mindig mondják nekem, hogy nagyon jó neked, mert ott van benne a repülőjegy, a visszafele út, mész haza. És akkor ott szó szerint sírnak a vállamon, hogy nem tudnak jönni. Egyszerűen nagyon-nagyon nehéz azoknak az embereknek, akik nem találták meg a számításukat, és ugyanakkor viszont köti őket a sok-sok szerződés, és a sok-sok részlet, meg minden az égvilágon, ami abban a világban a sajátjuk lett. Tehát te itthon vagy otthon, illetve Pázmándon, bár én azt gondolom, hogy ha a programjaidat ismeri valaki, akkor tudja, hogy meglehetősen keveset vagy abban a gyönyörűséges házban. Hát így van. Mire készülsz most, mostanság? Én hálás vagyok a Jóistennek először is, hogy szól a hangom. Nem felejtem el a szövegeket közben. Mind ott van benne a fejemben, mindenki kérdezi, hogy készülök. Ez együtt, akármelyik pillanatban, bármelyik dalt el tudom muzsikálni. Ezt köszönöm a legjobban a Jóistennek, és az, hogy egészségem van. Egészségem van, és tudom csinálni ezt a munkát, mert ez valahol munka. Most már egyre jobban érzi az ember 75 éves fejjel, hogy vezetni és hazajönni, nagyon utálom már az okostele lámpás, vagy mondjam, fényeket, amik jönnek szembe az úton vélem, de kell csinálnom, csinálom. A most 5. évadja játsszuk az új színházban a Jókai Kőszívű ember fiait. Én fejezem be a Legyen úgy, mint régen volt, és utána, amikor kint az utcán odajönnek a 15-16 éves legények, leányok szelfizni velem, meg azt mondják, hogy bácsi, 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 így szólnak utána, akkor nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy én ebben a darabban részt veszek, és azt tudom átadni, amit ők megértenek. Mert megértik, igenis, az 1848-as szabadságharcunkat.
Na most ezzel tovább megyek mindenhova, ahova hívnak, muzsikálunk. Itt lesz Fehérváron november 4-én, amit nagyon hosszú idő óta nem léptünk föl közösen. Az én testvéremmel. Én nagyon várom. És azt kívánom neked, hogy jó egészséget, Isten éltessen mindannyiunk nevében. És hát vigyázz magadra, hiszen szükségünk van rád. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet. A vendégem Tolcsvai László volt, aki rövidesen november 6-án a 70... Tolcsvai Béla volt, bocsánat, aki rövidesen a 75. születésnapját ünnepli november 6-án. Isten éltesse. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.